Székitóval két város is büszkélkedhet, Devecser, akihez közigazgatásilag tartozik, és Ajka, akinek a nevét viseli a Székitavi Egyesület, akik majd egy családi napra várták az egyesület tagjait, illetve az ide látogatókat. Ez hányadik alkalommal volt? Ez a kilencedik alkalom volt az egyesület történetében, úgymond. Igazából ezt mi találtuk ki annak idején, tehát ez az elnökség. Hála Istennek úgy tűnik, hogy azért van rá igény, bár kapunk érte kritikát is azoktól, akik szívesebben horgásznának, de igazából azt gondolom, hogy mivel hogy ekkora érdeklődés van, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell tartanunk. Elég nagy ez a tó, ez látszik itt a háttérben is, hogy aki horgászni akar, az átmegy a túloldalra és horgászhat gyakorlatilag. Igen, ez így van tulajdonképpen, csak nyilván akiknek itt van a stékük, azok itt szeretnének horgászni, ezt abszolút megértjük, de hát azt kérjük tőlük, hogy fogadják el azt, mivel hogy ekkora igény van rá, hogy erre az időre úgymond elvesszük tőlük a horgászat lehetőséget. Szombatra elég rossz időt mondott a meteorológia, itt is éjszaka volt egy kis nedvesség, bár a környéken máshol nagyon nem volt, ez nem riasztotta el azért az ide látogatókat, és tényleg szép számmal jöttek ki ide ma szombaton a családok, és amint látszott, jól is érezték magukat. Milyen programokkal vártátok őket? Igazából ugye ügyességi versenyeket szerveztünk a családoknak, illetve gyerekeknek, gyerekektől egészen a felnőttekig. Horgászversenyt szerveztünk az egyesületi tagoknak. Tulajdonképpen az ügyességi játékokban szinte mindenben volt. Nem kell nagy dolgokra gondolni, nyilvánvalóan egyszerű kis játékok, de úgy tűnt, úgy láttuk, hogy mindenki élvezte, mindenki jó kedvel csinálta. Közben volt egy kis sétakocsikázás is. Így van, igen, az egyik horgásztársunk jó voltából. Ő minden évben elhozza ezeket a kis utánfutókat, a kis traktorokat, és akkor itt az erdőben a Székitó körül a gyerekekkel, vagy akár idősebbekkel is, felnőttekkel is sétakocsikáznak. Nagy sikere van, azt gondolom, hiszen láthattátok ti is, hogy azért igen. Ez a horgászverseny, ez tulajdonképpen sporthorgászat, hiszen utána visszakerültek a halak a vízbe. Így van. Mit lehet tudni erről a versenyről? Tulajdonképpen tetszőleges módszerrel lehet horgászni, egy bottal lehetett fogni a halakat. Különösebb szabályokat nem akartunk, meg nem is akarunk bevezetni. Igazából az egyesületi horgászrendünk az a mérvadó, tehát tulajdonképpen a halakkal történő bánásmód, vagy a horgászatnak a lefolytatása az a horgászrendünk szerint zajlott, de túl bonyolítani nem akartuk. Igazából az a cél, hogy mindenki, aki eljön, az jól érezze magát, sok halat fogjon, ez szerintem ma teljesült, úgyhogy én azt gondolom, hogy akik beneveztek és akik részt vettek, azok elégedetten távoztak. Mennyi volt ma az összfogás? Az összfogás 578.905 gram. Tehát én azt gondolom, hogy ez párját ritkítja, ez más tavakon egy komolyabb telepítésnek felel meg. Ezt beszéltük a mérlegelésnél, hogy érdekes volt azért ez a fogás mennyiség, hiszen volt, aki fogott 46 kiló körül talán, és mellette, aki tőle egy fél méterre horgázott, az még 4 kilót tudott fogni. Igen, hát ugye ez sok mindentől függ, nyilván nem akarnék ebbe belemenni, mert hát megcáfolnak, akik nézik, de én azt gondolom, hogy rendkívül függ az etetőanyagtól, függ a helytől, tehát azért ennek nagyon sok összetevője van. Van, aki szerencsése, nyilván a szerencsén is múlik, de én azt gondolom, hogy azért a tudás az kidomborodik. Tehát azok, akik itt rendszeresen nyelik a versenyeket nálunk, azért ott mögöttük megvan az a tudás, ami ehhez a sporthoz kell. Az első helyezett az mennyi halat fogott? Az első helyezett, hat puskázok, Ferenci Attila, ő 73 kg halat fogott. Igazából reggel 8 órától dél, tehát 4 óra leforgás. Azért az már gombozva is sok. Az rengeteg. Azt meg kellene enni, akkor igen, akkor bajba lennénk. Nem csak a horgászokat díjaztátok, hanem a gyerekeknek az ügyességi játék igen. is díjazott volt. Itt, ha jól figyeltem, akkor csak két helyezés volt, tehát második és első helyezés. Igen, ezt ugye az ügyességi versenyekben úgy szoktuk csinálni, hogy csak az első helyezetteket szoktuk díjazni. Tehát van egy felnőtt, egy ifjúsági, meg egy gyerek, de mivel az idei évben ifjúsági jelentkezőnk nem volt, ezért a gyerekeknél megosztottuk, és akkor lett egy első és egy második helyezett. Felnőtteknél pedig egy holt verseny alakult ki, ami 9 év alatt, mióta ezt csináljuk, nem fordult elő. Megtehettük volna azt, hogy csinálunk egy szétlövést, de úgy gondoltuk, hogy az a sportszerűbb, hogyha mind a két első helyzet megkapja azt a díjat, ami az első helyen jár.
ebéd közben beszélgettünk a látogatókkal, és volt, aki Gödöllőről érkezett. Igen. Ez mennyire jellemző, hogy ennyire vidékről is jönnek ide a Székitóhoz? Igen, tudni kell, hogy a tavunk az elmúlt időszakban elég komoly hírnévre tett szert. Köszönhető ez a benne lévő halálúánynak, ami szerintem pályát ritkítja, és valóban így van. Tehát az ország minden területéről. Én csinálom az egyesületnél a foglalásokat, mondhatom bátran, hogy Szegedtől, Békéscsabán át, Záhonytól, Nyíregyházán, vagy akár a nyugati végekről, Győrből, vagy Pécsből, rengetegen járnak hozzánk napi egyel horgászni. Ugye a tagságunk is azért eléggé, hogy úgy mondom, sok helyről tevődik össze, ugye Ajka, főleg Ajka, Devecser, de azért a környező falvakból, vagy városokból is nagyon sok pápa, vagy éppen mondhatnám, celdövölköt, nagyon sok tagunk van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen regionális tóvá alakult, abból a kis pici tóból, idézőjelben mondom a picit, ami annak idején volt. Ezt gondolom most egy tényleg egy régiót kiszolgáló komoly tóvá nőtte ki magát. Tizedik alkalom, valami nagy durranás? Ugye nálunk lesz egy elnökválasztás augusztus 3-án. Nyilván nem tudom, mi fog történni. Ha úgy alakul a dolog, ahogy én tervezem, akkor nyilván ezt folytatni fogjuk. A másik jelölt nevében nyilván nem tudok nyilatkozni. Pedig még sok víz lefolyik a Székitóba. Igen, a Székitóba. Igen. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.